2008-as adóváltozások. Nem is adócsökkentés, nem is adóemelés, majd jövőre kiderül, micsoda. Tandíj jövőre, de kinek? A legtöbb helyen nem adnak mentességet a jól tanuló diákoknak. Post Pavarotti, a leghármabb tenor halála után már az opera sem az, amivé általa lett. És állóautók, állóvizsga, ezrek vártak hiába a műszakira a számítógépek hibája miatt. Jó estét kívánok! Ezért a látványért érdemes volt idejönni. A patinás aranybika szálló teraszán dolgozunk ma este, mögöttünk a református nagytemplom, tehát Debrecenből jelentkezünk, nézzük, mi lesz a híradóban. A hírek élén a 2008-as adóváltozások állnak. Megszűnnek a kisadók, növekednek a járulékok. Röviden így lehetne összefoglalni a pénzügyminisztérium elképzelését az adórendszer átalakításáról. A kormány várhatóan a jövő év végén dönt az adócsomagról, így akkor derül ki, hogy milyen közterhek szűnnek meg, és milyen lesz például az adórendszer, lesz-e ingatlan adó. A Fidesz szerint viszont már most egyértelmű a helyzet, a kormány újabb adóemelésekre készül, mondják. 12 fajta adót kell fizetnünk, ami jövedelmünk jelentős részét elviszi, ráadásul rendkívül macerással nyilvántartás. Deák László több mint 30 éve foglalkozik szívvízgyártással. Jó néhány adóváltozást átélt már. Szerinte a vállalkozások többsége mindig rosszul jött ki ezekből. Mindenféleképpen olyan gazdasági környezetre volna szükségünk, amelyik egyszerű, könnyen átlátható és főleg hosszú távra tervezhető lenne. Természetesen ebben beleérthető az, hogy az adók lehetőség szerint minél alacsonyabbak legyenek. A szaktár számlán eddig nem vetődött fel az adócsökkentés gondolata. Megszüntetnék viszont a kisadókat. Helyükbe egy nagy közös járulékot terveznek, amely azonban nagyobb terhet jelenten a vállalkozásoknak, mint az összes kisadó együttesen. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának saját receptje van az adórendszer átalakítására. Úgy gondoljuk, hogy a fogyasztási típusú adókat kellene növelni, és az élő munkaterhelést csökkenteni. Ez tudná növelni a foglalkoztatást, miközben az állami költségvetésnek a helyzete az nem romlana, hiszen az adóbevétel szintje az változatlan maradna. Az adó tanácsadó szerint a tervezett változások leginkább a lakosságnak kedvezhetnek. Most ugye úgy működik az adójóváírás rendszer, hogy van egy általános és van egy úgynevezett kiegészítő. Jövőre viszont csak egyfajta jóváírás lesz. A táblázatból jól látszik, hogy a változás a minimálbérből élőket nem érinti. Számukra továbbra is 18% lesz a jóváírás mértéke. Az a fölötti jövedelműek viszont a korábbi 9% helyett 18% adójóváírásban részesülhetnek. Így több 10 000 forinttal nőhet a fizetésük éves szinten. A másik kedvező változás, hogy módosul a lakáseladások utáni adózás. Most egy 15 évnél korábban megszerzett ingatlan eladásából származó jövedelemre nem kell adót fizetni. Ez az időszak ez most 5 évre szűkül, tehát egy 5 évnél régebben szerzett ingatlant, ha eladok, akkor nem kell adóznom az abból szerzett jövedelem után. A pártok véleménye gyökeresen eltér a tervezett változásokról. A szabad demokraták támogatják, hogy egyszerűbb legyen az adórendszer, ahhoz viszont nem járulnak hozzá, hogy ezzel együtt emelkedjenek az adók. A Fidesz viszont azt állítja, hogy a kormány újabb adóemelésekre készül. A szaktárca közleményében cáfolta ezt. A minisztérium szerint az adóelképzelések kedvezőek lesznek a bérből és fizetésből élők számára, és nem növelik a vállalkozások terheit. Szeptember közepéig meg kell állapodniuk a koalíciós pártoknak az egészségbiztosítási rendszerről, mondta Kökény Mihály. Az MSZP azt szeretné, hogy az OEP helyett létrejövő pénztárakhoz olyan régiók tartozzanak, amelyeket azonos lakosságszám alapján jelölnének ki. Vojnik Mária pedig azt mondta, már megegyeztek a liberálisokkal, például abban, hogy a járulékokat továbbra is a jövedelmek arányában állapítják meg, és azt az APEC szedi majd be. Mikola István szerint mindez azt mutatja, hogy az MSZP az egészségügyben átvette az irányítást az SZDSZ-től. A fideszes képviselő szerint a nagyobbik kormányzópárt belátta, hogy a liberális egészségügyi program nem vezet sehová. A korábbi csomag névadója egy konferencián beszélt a reformokról. Magyarországon a gazdasági növekedés már nem lehet csupán fiskális kiigazítással újraindítani, mondta Bokros Lajos. A gyorsításhoz elengedhetetlenek a mély szerkezeti reformok,
amelyeknek ugyanakkor előfeltétele az állami kiadások tartós visszafogása, vélekedett a volt pénzügyminiszter. Bokros Lajos egyébként az este vendége lesz ma 10 óra 10 perckor. Újabb tandíj ellenes tüntetéseket jelentett be a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája. Azt mondják, a hallgatók csak most szembesültek azzal, hogy jövőre nem kap tandíjmentességet senki. Pedig a korábbi ígéreteket úgy értelmezték, hogy a diákok 15%-a tanulmányi eredmény alapján kivétel lesz. Hát igen, el kell olvasni az apróbetűs részt is, mert a törvény szerint az intézmények csak adhatnak tandíjmentességet. A híradó felmérésére az egyetemek felétől kaptunk választ, mindenhol általános lesz a tandíj. Vidám hallgatók egy fővárosi egyetem előtt, óra után. És a tegnapi bulinak látszó hallgatói tüntetés Szegeden. A tandíj ellen tiltakoztak és fognak még többször is, ezt tervezik. Közben pedig a Hallgatói Önkormányzat tájékoztat, mert mint elnökük mondja, az elsősök zöme csak most tudta meg, hogy hiába tanul kiválóan. Tandíjmentességet jövő szeptemberben nem kaphat, mert mindenkinek fizetni kell minimum havi 10.500 forintot. Hallgatók a Hőok előadás sorozatán találkoztak először azzal, hogy valójában nincs is 15% tandíjmentesség. Mindenki úgy értelmezte az OKM kommunikációját, hogy minden intézményben lesz 15%, aki tanulmányi alapon tandíjmentes lesz. Ez azonban egyetlen egy intézményben sem valósult meg információnk szerint. Azt reméljük, hogy sok tehetséges diák kitűnően tanul, és minél többen nyerik el a tandíjmentességet. Ilyen mondatokra utalt a Hallgatói Önkormányzat elnöke, hogy jó eredményért tandíjmentességet ígértek. De itt van a miniszterelnök.hu-n olvasható egyik kormányfői idézet is, amely szintén hasonlóról szól. Mi mindig azt mondtuk, én legalábbis biztos, ha én nyilatkoztam ebben a kérdésben, mindig azt mondtam, hogy adható, a szöveg így is szól a törvényben, így szól a szöveg a kormányrendeletben, hogy adható 15%-ig, ebből akár 1%, akkor 1%, ha 2%, akkor 2%, még egyszer hangsúlyozom. Ezt az intézménynek kellett volna ugye a saját szabályzatában rögzítenie. Felmértük, vagyis próbáltuk, hogy végül is hány intézmény ad tandíjmentességet, és a 15%-ból hány diáknak. Az egyetemek felétől sikerült adatot szerezni. Eszerint mindenhol fizetni kell jövőre, igaz, közben kialakítják az ösztöndíj és támogatási rendszert. Erre mondja azt a szakállamtitkár, hogy lesz hallgató, akinek 60.000 forintos bevétele lesz havonta, abból fizetheti a tandíját. Pavarotti után a világ, mindjárt meglátjuk milyen lesz. Nézzük a többi témát a híradóból. Hideg van, de kevesen fáznak. Távfűtést inkább csak a fővárosban kértek néhány százan. Közép-európai karambol. Szlovák, román, német, szerb és magyar is ütközött az M1-esen. Megszűnhet a tényleges életfogytiglani büntetés, mondta az igazságügyi államtitkár. Kondorosi Ferenc szerint az élethosszig tartó büntetést 20 évenként felülvizsgálnák. Ha a rab magatartása és a körülmények engednék, akkor 20 év után szabadlábra helyezhetnék a büntetetteket. Magyarország jelenleg 11 ember tartanak börtönben életfogytiglannal. Ez a büntetési forma nem humánus, mondta az államtitkár. Ugyanakkor az intézkedés azt jelentené, hogy olyan elkövetők kerülhetnének vissza a társadalomba, mint az oktogoni négyszeres sorozatgyilkos, az öt áldozatot szedő Balástyai Rém, vagy a kalapácsos családírtó, aki feleségét és két gyerekét verte agyon. Pavarotti után a világ. Milyen lesz? Meghalt a nagy tenor, a világhírű olasz operaénekes, 71 évet élt. Hasnyálmirigy daganattól szenvedett, és tegnap este fordult rosszabbra az állapota, válságosra. Pavarottit az egész világ gyászolja. Utána már semmi nem ugyanaz az opera világában, mint volt. Szülővárosában, Modenában temetik el szombaton. Amikor Luciano Pavarotti megszületett, Isten megcsókolta a hangszálait, írta róla egyszer a New York Times, és ő ki is használta tehetségét. Fénykorában azt mondták róla, ő a magas C királya.
A világ minden színpadán szerették és ünnepelték. Milliómos volt és a bulvársajtó kedvelt hőse, de zseniális énekes is, aki közelebb vitte az emberekhez az opera világát. Az első átütő sikerét, mint szólista, a Bohém élet 1961-es előadásán aratta. Innentől nem volt megállás. Hangjával és egyéniségével hamarosan meghódította a világot. Ezek a képek a Bohém élet 1986-os budapesti előadásán készültek az Erkel Színházban. Az egyik partnere Kincses Veronika volt. Úgy volt rendezve, hogy én ülök, mögöttem áll a szereplő, a Rodolf, ez esetben Pavarotti. Fogta a vállam és énekelte az áriát. Hát ilyen gyönyörűségben kevés embernek volt része. Pályája talán legnagyobb áttörése az volt, amikor összeállt a két másik tenorral, Placido Domingóval és José Carrerasszal, és így három tenorként koncertezték végig a világot. Bár a három tenor együtt sosem járt nálunk, Pavarotti nem felejtette el Magyarországot. Még a 61-es Bohém élet bemutató előtt koncertezett itt, és egyszer azt nyilatkozta, hogy pályája valójában ezzel kezdődött. A test azonban elfáradhat, és ezen a zene sem segít. Pavarotti az utolsó időben már nem énekelt. Nem csak egy nagy művészt veszítettünk el, hanem egy barátot is, mondta a halálhírre José Carreras. Amikor már nagybeteg volt, az énekes egy lapnak azt nyilatkozta, boldog és gazdag emberként éltem, és ennek az árát most kell megfizetnem. Egyelőre mégsem kell áradástól tartani Észak-Magyarországon, mert a külföldi vízgyűjtő területeken a korábban jelzetnél lényegesen kevesebb csapadék hullott. Romániában viszont már 6 halálos áldozata van a hatalmas esőzéseknek, több ember pedig eltűnt. A helyzet a keleti ország részben a legrosszabb. Moldovában és Galaci megyében százakat kellett kilakoltatni az áradások miatt. Van olyan város, ahol az utcák és a házak teljesen víz alá kerültek, az emberek a háztetőkön kerestek menedéket. Ausztriában is hatalmas esők voltak, de ott most inkább a hó okoz már gondot. Az ország magasabban fekvő részein, Felső Ausztriában és Tájerországban több autó is elakadt a hegyi utakon, mert az autósokat teljesen váratlanul érte az ilyenkor még szokatlan havazás. Egyelőre csak a gyerekek örülnek neki, Máriacell környékén a teherautókon viszont már kötelező a hólánc. Tőkés László nem indul az RMDS listáján a november 25-i európai parlamenti választásokon, hanem egyéni jelöltként száll versenybe a romániai magyarok szavazataiért. Ez derült ki Markó Béla és a református püspök kolozsvári találkozója után. Az RMDS és Tőkés külön vesz részt az uniós választáson, de megegyeztek, hogy nem folytatnak majd negatív kampányt, kiki a maga üzenetének megfogalmazására, nem pedig a másik elleni támadásra összpontosítja figyelmét. Amit önök itt hallgatnak, hallanak a debreceni Kossuth térről, az éppen egy kormányellenes tüntetés. Ez mindennapos a hajdúsági fővárosban, minden este összegyűlnek, és a kormány tevékenysége ellen tüntetnek. És összegyűlnek a hideg ellenére is, Debrecenben 11 fok van, itt viszont kevesebben fáznak, csak Budapesten fáznak néhány százan. A hideg ellenére nem indult el a távfűtési szezon Magyarországon. Vidéken egyelőre senki nem rendelte meg a szolgáltatást, a fővárosban viszont már 1200 lakásban kérték, hogy a főtáv fűtse fel a radiátorokat. Aki írásban kéri, annak 4 órán belül elindítják a fűtést. Budapesten több mint 240 ezer lakást fűt a főtáv, és közben az évi 20-25 szénmonoxid mérgezés miatt kémény ellenőrzést kezdtek a kéményseprők. Sokak szerint még nincs elég hideg, ezért nem kell fűteni. 16-17 fok ködös van a hőmérséklet, de mondjuk nappal felöltözünk, és mellényt veszek magamra, mert nadrágot veszünk magunkra, nem fázunk annyira, meg mozgunk, de viszont este betakarózunk egy pléddel. Ez a kazán már működik, de nem teljes gázzal. A hideg ellenére sokan még nem kérték a főtávot, hogy indítsa el a radiátorok fűtését.
Akkor kezdünk el fűteni, amikor hideg van, és a külső hőmérséklet 8-10 fok alatt van. A főtáv szobivője azt mondta, azonnal elindítják a fűtést azokban a házakban, ahol nincs semmilyen műszaki akadály. A műszaki akadály azt jelenti, hogy nagyon sok épület van, ahol a lakossági tulajdonban lévő fűtési rendszer nincs még összerakva. Leszereltek radiátorokat, szerelvények hiányoznak, ezekben nem tudjuk elindítani a fűtést. A közös képviselőnek írásban kell kérnie a szolgáltatót, hogy indítsa el a fűtést. Azt ígérik, hogy ezt 4 órán belül megteszik. Budapesten eddig 1200 lakás kérte a 240 ezerből. Évente Magyarországon 20-25-en halnak meg szénmonoxid mérgezésben. Ezért vizsgálják át a szakemberek a kéményeket, például Hajdúbiharban is. Azt mondják, baj eddig csak ott fordult elő, ahol évek óta nem ellenőrizték a fűtőberendezéseket. A tapasztalatunk az, hogy a utóbbi idők eseményei kapcsán a lakosság túlnyomó többsége tisztességgel veszi a feladatát, és tudatában van annak, hogy rendkívül fontos mind a tüzelőberendezés, mind a kémény ellenőriztetése. De ez nem mindenkire érvényes. Az érintettek 8%-a a többszöri figyelmeztetés ellenére sem engedi be a kéményseprőket, hogy elvégezhessék a szükséges ellenőrzést. Másfél ezerrel kevesebb autót tudtak levizsgáztatni a műszaki állomások, miután ismét leállt a közlekedési hatóság informatikai rendszere. Reggel észlelték az informatikusok, hogy a rendszer lassabb, emiatt autósok ezrei várakoztak hiába órákon át. Elvesztette a méréseket, nézd meg! A vizsgáztató épp a műszaki állomás vezetőjének mutatja, hogy megszűnt a kapcsolat a központi szerverrel, ezért kell kézzel kitölteni a papírokat. Magas lesz külső. Ezen az autóklub telepen sokan várakoztak az irodában, és az udvaron is, hogy végre levizsgáztassák kocsijukat. 17:30-re jöttem. Reggel? Igen. Na most van fél 1. Fél 1, azóta itt vagyok. És mire vár? Hát végül is állítólag már csak a matricára várok. A máskor 1 órás vizsgálat igencsak elhúzódott, volt, aki feladta. Ön akkor elmegy? Hát... Dolga végezetlen? Így van. És nem jön vissza? De, majd délután. Ráér? Na, nem biztos, lehet, hogy csak hónap reggel jövök. Kiesést az a 30 perc jelentette. Reggel azután lépett a közlekedési hatóság, hogy az informatikusok jelezték, iszonyatosan lelassult az adatátvitel. Az ügyfelek többsége azért ma nem ment el dolga végezetlen. Hát tudják vizsgáztatni az autóját, és ugyanúgy meg tudja kapni az összes szükséges dokumentumot, ami részére szükséges. Attól függ, hogy melyik partner, hogy mint van felkészülve, néhány perces plusz várakozás jelenthet, illetve lehet, hogy kicsit több papíradminisztrációval találkozhat. Az új egységes rendszer, amelyet a nagyobb adatbiztonság és a lopott járművek kiszűréséért hoztak létre, május 1-én vizsgázott. Azóta még nem állították le, ugyanakkor a híradó úgy tudja, hogy a külső partnereknél, akik egyébként a műszaki vizsgák 70%-át végzik, néha időnként lelassul az adatok felvitele. Még mindig nem találták meg azt a 2 éves kislányt, aki kedden délben tűnt el a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Emődről. A rendőrök és a polgárőrök ma is folytatták a kutatást, de nincs könnyű dolguk, a térségben szakadt az eső. Két napja rendőrök, speciális mentők, tűzoltók állomásoznak a Völgy utcában Emődön. A 2 éves Paula ebből a házból tűnt el még kedden. A szülők szerint nem kizárt, hogy valaki elrabolt a gyermeküket, ezért az édesanya csak úgy nyilatkozott stábunknak, ha arcát nem mutatjuk. Nem tudom, lehet, hogy elvitték a gyereket, mert 5 perc alatt egy 1,5 éves gyerek nem tud eltűnni ilyen hamar. A keresésben az utcában lakók és a hozzátartozók is részt vesznek. Mindenfelé kerestük. Keresni kezdtük a gyereket, de itt nem találtunk meg. Itt is keresi, nem tudom hány ezer, vagy 2000-en keresik. Hát nem tudom még, hogy mi lesz. Azt szeretnénk, hogyha megtalálnák a gyereket. De lehetőleg ne maradjon ki egyetlen egy bokor alja se. Mint említettem, a kutyával még mindig megbújhatnak a bokor alatt, jó? Most ezt a szántóterületet fésülik át. Ilyen sűrű bozótban keresik a kislányt. Ez mintegy 5 kilométerre található a településtől. A speciális mentők ezeket a tavakat is átvizsgálják majd. Már kizárjuk, hogy a gyerek egy ilyen 2 kilométeres körzetben megtalálható lenne. Most kibővítettük a kutatást mintegy a lakóhelytől származó 5 kilométeres területre. A keresést éjszaka is folytatják. A kutatásban résztvevők szerint a hideg, esős idő miatt kevés esély van arra, hogy épségben megtalálják a kislányt, de a reményt senki nem adja föl.
Távozik posztjáról Ignác István Pest megyei rendőrfőkapitány. A dandártábornok a híradónak azt mondta, hogy december 31-ével kérte nyugdíjazását. Ignác István tájékoztatta döntéséről Bence József országos rendőrfőkapitányt. A nyilvánosság előtt azonban nem kívánja indokolni, hogy miért vonul nyugdíjba. A tábornok tavasszal az akkori országos főkapitány felkérésére jelentést készített a rendőrség tevékenységéről az őszi zavargásokkal kapcsolatban. Bene László menesztése után a rendőrségen belül sokan Ignác István tartották a legesélyesebbnek az országos főkapitányi posztra. Ignác mellett két másik Pest megyei rendőri vezető, a ráckevei és a ceglédi kapitány is bejelentette, hogy nyugdíjba vonul. Nemzetközi találkozót tartott 5 autó, 2 kamion és egy busz délelőtt az M1-es autópályán. Szerb, szlovák, magyar, német és román járművek ütköztek össze. Szerencsére nem halt meg senki, de 4-en súlyosan, 3-an könnyebben sérültek meg, és persze óriási dugó alakult ki. Több órára megbénult a forgalom az M1-es autópályán, a Zsámbéki csomópontnál. 5 autó, 2 kamion és egy busz ütközött össze. Egyelőre nem tudni miért, de egy román kamionos nekiment egy szlovák busznak, majd hátulról egy német Mercedes is beléjük rohan, ami a kamion alá szorult. Ennyi maradt belőle. Ebbe az autóba még további 4 kocsi szaladt bele hátulról, majd egy szerb kamion érkezett, amely végül egybe tolta a többi járművet. Több utast a tűzoltók szabadítottak ki. Összesen 4 súlyos és 3 könnyű sérültet szállítottunk kórházba. 3 budapesti kórházba vittük őket, az ügyeletes Merényi Gusztáv baleseti intézet, illetve a János kórház kapott sérülteket. Azt, hogy ki hibázott, még nem tudni. Hosszabb vizsgálat fogja ezt az ügyet tisztázni, hiszen ilyen sok jármű ütközött egybe, el kell dönteni azt, hogy az elsődleges ütközésnek mi volt az oka, a többiek részéről esetleg megállapítható a követési távolságban nem tartása. Az esethez siető egyik rendőrautó egyébként útközben Budapesten karambolozott. Egy taxival ütköztek össze, nem sérült meg senki, de a sofőrt megfigyelésre kórházba vitték. Az iskola kezdés, a rossz idő és az útfelújítások külön-külön is fennakadást okoznak a főváros közlekedésében. Most azonban mindez egyszerre történik. A héten több 10 000 ember azért késett el a munkahelyéről, mert párhuzamosan újítanak fel kulcsfontosságú utakat. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint Észak-Pest közlekedése összeomlott. A főváros azonban azt mondja, mindössze 15 perccel nőtt a menetidő. Kérdés persze, honnan, hová? Az útfelújítások újabb szakasza ismét nehéz helyzet elé állítja az autósokat a fővárosban. Egyszerre dolgoznak ugyanis a Váci, a Szent Mihályi és az Erzsébet királyné úton. Ezért az autósokat egész nap ilyen dugó várja. Pont a Vácról jövök, és a váciak nagyon panaszkodnak, hogy egyszerűen közlekedhetetlen befele így a város. Ilyen 1 órával nő a menetidő. A Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület szerint buszsávok felfestésével és a villamosvágányok elkülönítésével lehetne gyorsítani a forgalmat. Ilyen helyzetben a tömegközlekedés sem nyújt igazi alternatívát. Valamelyik útfelújítás felfüggesztése, vagy legalábbis a lezárások mértékének csökkentése jelenthet megoldást. A főváros azt mondja, pénzügyi okokból nem tudták korábban elkezdeni ezeket a felújításokat. A nagyobb összegű utaknak egy részét kénytelenek voltunk erre az időszakra hagyni, mert nem volt biztos, hogy egyáltalán marad-e még pénz ezeknek az utaknak a felújítására. A fővárosi önkormányzat minél hamarabb szeretné visszaadni a Váci utat, ezért jövő hétfőtől éjjel-nappal dolgoznak majd itt. Az Erzsébet királyné útját szeptember 15-től, míg a Szent Mihályi utat október közepétől lehet majd újra teljes szélességében használni. Van persze olyan tumultus is, aminek lehet örülni. Már 30 000 nézték meg az év egyik sláger kiállítását, az igazi Da Vinci tárlatot itt Debrecenben. Sok a külföldi vendég, de a tanév kezdetével egyre több iskola is érdeklődik. A hátrányos helyzetű települések diákjainak mostantól egy rendkívüli akció segít, hogy láthassák a különleges gyűjteményt. Leonardo eredeti grafikája
a tervei alapján készült modellek, és persze a világon most először látható több mint 7 méter magas kolosszus kedvéért eddig 30 ezeren váltottak jegyet a modembe. Ez egyébként teljesen elérhetetlen számunkra egyébként, ha nem jött volna Debrecenbe a kiállítás. Nagyon érdekel, hogy hogyan dolgozott a művész, miket alkotott, igazából ezt még eddig csak tanulmányaink során ízelítő kaphattunk belőle, és ez érdekel elsősorban. Nem csak itthonról, hanem Angliából, Spanyolországból, Japánból és Németországból is jöttek látogatók. A tanév kezdete óta pedig egyre több iskola szervez ide osztálykirándulást. Hát én nem tudtam, hogy lovakkal foglalkozott, meg ilyen anatómiával, meg biológiával tudom, hogy foglalkozott, de így mélyebben így nem nagyon. Meg így az emberi testtel foglalkozott. A hátrányos helyzetű települések diákjainak azonban sokszor nincs pénzük egy ilyen kirándulásra. Rajtuk segít a Kultúra Mindenkié program, amelynek keretében a Modem megállapodott a megyei volántársasággal. Külön járatokat indítanak a kiállításra kíváncsi rászorulóknak. Tulajdonképpen önköltségi áron tudjuk bonyolítani a buszközlekedést. Akik ezt ki tudják fizetni, azoknak már ez is egy nagy segítség. Akik viszont nem, és kifejezetten szeretnének eljönni, azoknak próbálunk támogatást szerezni, vállalkozók bevonásával. A szervezők szándéka szerint a most meghirdetett akcióval több mint 1000 gyermek számára teszik elérhetővé a nem mindennapi kiállítást. Debrecen lakóinak 2/3 úgy véli, a város fejlődött az utóbbi 10 évben. A Sonda Ipsos kutatás sorozatából kiderül, hogy minden harmadik lakó változatlanságot érzékel. Olyan viszont szinte egyáltalán nincs, aki szerint hanyatlott volna a település. A megyében élők többsége szerint Hajdú-Bihar ugyanott tart, mint a szomszédos megyék. A megkérdezettek 1/5 lemaradást, míg 15%-uk előnyt érzékel. Ez a híradó Debrecenből, a nyári szünet utáni első szempont jön. Mi lesz benne, Emkis Csaba? Szervusz István, jó estét kívánok! Mi történik akkor, ha matrózból lesz valaki polgármester? Megmutatjuk, és az is kiderül, miért halálos ellenségei egymásnak Tisza Derzsen a jegyző és a polgármester, úgy is mondhatnám, nagy politika jön, kicsiben. Aztán láthatják, milyen az élet egy olyan iskolában, ahol nincs meleg víz meg gáz, van viszont digitális tábla. De mindenek előtt megpróbáljuk majd meggyőzni önöket arról, legyenek zárva vasárnap az üzletek, meg arról is, hogy legyenek nyitva. Kicsit gárdázunk is, a híradó után tehát szempont. Köszönöm szépen Csaba, este 10 után 10 perccel este. A pénzügyminisztert már mondtam, Déványász Gergő, mi van még? Jó estét kívánok, jó estét Debrecen, szia István! Ma este belenézünk a pénztárcánkba, mennyi van benne és hogy mennyi marad benne. Emelkedik ugyanis a hús, a tej és a liszt ára. Sőt, egy-két hónapon belül akár 200 forint is lehet egy kiló kenyér. A földművelésügyi miniszter csökkentette volna egyes termékek áfáját, de a kormány lesöpörte a javaslatát. Gráf Józsefet arról is kérdezzük, hogy éli túl ezt az évet a mezőgazdaság. Aztán Bokros Lajos következik. A volt pénzügyminisztert az egészségügy átalakítása és az adóreform miatt hívtuk. És az adás végén természetesen megemlékezünk Luciano Pavarottiról. A távirányítókat már most eltehetik Debrecenben is. 10 után 8 perccel kezdünk. Köszönöm szépen Gergő, mi pedig nézzük még egyszer legfontosabbakat röviden. ...2008-as adóváltozások. Nem is adócsökkentés, nem is adóemelés, majd jövőre kiderül, micsoda. Tandíj jövőre, de kinek? A legtöbb helyen nem adnak mentességet a jól tanuló diákoknak. Post Pavarotti, a leghármabb tenor halála után már az opera sem az, amivé általa lett. És állóautók, állóvizsga, ezrek vártak hiába a műszakira a számítógépek hibája miatt. Ez volt a híradó és a szokásos mindennapos kormány ellenes tüntetés atmoszférája Debrecenből. Tokajból jelentkezünk holnap, de ma este lesz még híradó 23:45-kor. Süveges Gergő várja önöket. Én köszönöm a figyelmet, viszont látásra, szép estét mindenkinek!